A nyíregyházi nevelésű, 23 éves játékos tagja volt a 2011-ben bajnoki címet szerző junior csapatnak, aztán Paksra tette át a székhelyét. Két szezon után Zalaegerszegre szerződött a 215 cm magas center, aki a legutóbbi bajnokságban 10 mérkőzésen lépett pályára a bronzérmes csapatban. A kosaras többek között a több játék lehetőség miatt döntött a váltás mellett. Az NB1B csoport eléggé megerősödött az utóbbi időben, tehát már nem beszéltünk akkor a szakadékról az A és a B csoport között, mint ami korábban volt, és én Ernőt régóta ismerem, ugye én még annak idején Nyíregyházán még a csapattársa is voltam itt, amikor felkerültem az NB1A felnőtt kosarasokhoz, és szerintem mondhatom azt, hogy elég jó kapcsolatban maradtunk, meg elég jó kapcsolatban voltunk annak idején is, és az ő megkeresésére és vele beszélgetve, átbeszélve a dolgokat döntöttem úgy, hogy itthon fogok játszani a jövő szezonba, abban reménykedve, hogy több játék lehetőséghez jutok, és hogy a korábban tanult dolgokat esetleg tudom itt majd hasznosítani. A két cápák szakmai igazgatója Sitko Ernő elmondása szerint Zinger Zoltán leigazolása illeszkedik a csapatépítés koncepciójába. Belekóstolt abba a légkörbe, ami az első osztályú csapatoknál, vagy az átcsoportos csapatoknál mindenféleképpen érezhető, és bízom abban, hogy ezt a tapasztalatot át tudja adni majd a mi fiataljainknak. Ugye tavaly elindultunk egy olyan úton, hogy megpróbálunk a Nyíregyházán felnevelkedett játékosokra építeni. Ebbe a képbe Zoli is természetesen belefér, hiszen ő 2011-ben itt lett U18-as bajnok a Nyíregyházával, és bízom abban, hogy látja majd azokat a fiatalokat, akiknek át tudja adni ezeket a tapasztalatokat, és a mi csapatunk is egyre jobban abba az irányba kovácsolódik, hogy ugyanúgy működjön, mint ahogyan az átcsoportos csapatok. Az érkező mellett egy távozója is van a Nyíregyháza Blue Sharksnak, a jelenleg az U18-as válogatottal készülő Fazekas Csaba az NB1-be feljutó Debrecen csapatánál folytatja pályafutását.